Na hát, hello mindenki! Én lennék tőled Szegy, és ebben a mai videóban nem más lesz, mint elmeseljem nektek azt, hogy hogyan vesztettem el majdnem a 4 éves Brawl Stars fiókomat. Kezdjük ott, nagyon szerencsétlen voltam, ugyanis ugye volt valamilyen Google Tools, hogy akartam csinálni egy új fiókot, és akkor írta, hogy nem tudom én mit, kikre jelentkeztek ez az egy fiókot. Mondom, oké. Okay. Aztán ugye úgy volt, hogy volt a, ugye kijelentkeztetett minden fiókot, és volt egy fiók, ahol ugye be volt kapcsolva a két lépcsős azonosítás, és a két lépcsős azonosításban meg volt adva egy telefonszám, ami már nem élt, tehát hogy már le volt tiltatva, és ugye nyilván az kellett volna ahhoz, hogy be tudjak lépni abba a fiókba, és az a fiók pont az a fiók volt, ami a Brawl Stars akkuntomhoz volt kapcsolva, tehát hogyha be kellett volna jelentkezni a Brawl Stars akkuntomba, akkor nem tudtam volna, hogyha valaki nem tudná, ez úgy működik, hogy amikor be akarsz jelentkezni egy Brawl Stars fiókba, akkor kellene fog a Supercell ID, amit elküldenek a fiókodba, ez egy kód, és ez bejön, és akkor benne is vagy a fiókodban. No de, és ugye az a fiók volt megadva, és mivel nem tudta belépni, ez nem tudta megnézni ezt a kódot. Na, ilyenkor én azt, hogy mit tudsz csinálni. Ugye már próbáltunk mindenféle dolgot csinálni az az e-maillel, a pót, semmi nem működött az a lényeg. Gondolhatunk, hogy fordulunk a Brawl Stars support felé. Na de, a Brawl Stars support a szenvedőse, mint ti azt gondolnátok. Retek szenvedős. Rengeteg sok fasságot kell vele csinálni, két akuntom próbáltam egyszerre, tök mi, mindegy, igazából az a lényeg, hogy most jó legalábbis, na de még itt még közel nincs meg a sztorkod, és megmutatom azt, hogy mit írkáltunk esetleg. Tehát, ugye ez itt most ugye a Brawl Stars support, és van írva, hogy úgy kell egy írőz, hogy hello, és akkor ez egy robot, a szörny visszajön nekünk, hogy üdvözlök itt az automatiket, de Brawl Stars supportban, én vagyok szörny, mire tudok segíteni. Aztán itt kiadott ilyen dolgokat, hogy mi van, hogy mivel tudnak segíteni, kell egy csomó mindent. Rányomtunk arra, hogy ugye Supercell ID, és akkor kiadott azt, hogy login and Supercell ID is ezt. Ez fontos volt, ugye erre kellett nyomni. Itt először, do you have a lost account, vagy valami ilyesmi Supercell ID, igen. Én ugye chain Supercell ID-et, hogy a Supercell ID-nek az e-mail címét meg akartuk változtatni. Oké. Okay. Sure, we can, vagy mi? Ugye itt mondta Foszti, hogy itt mi van. És hogy bot, igen, meg kell változtatni, és akkor ugye itt most nem a saját, hogy ugye adna, vagy egy másik akuntot szeretnék megváltoztatni, mivel az eredeti akuntomban nem adta ki ezt a Supercell ID login with access, tehát nem tudtam volna ezt megcsinálni, ez egy másik akuntom kiadta ugye ezen, és ugye itt jött a rengeteg szenvedés részt, és jön akkor ugye for looking for, és ugye itt nem volt más opció, csak arra tudtam gondolni, akkor nyomjuk azt, hogy find my lost account, tehát találd meg az én elvesztett fiókomat, ami még nincs elvesztő természetesen. Na, és akkor itt volt az, hogy ugye itt mit tudom én nézzek meg, hogy mit tudom én, miket küldjek be neki, oké, akkor ugye ott volna a friend tag, tehát hogy continue, oké. Ugye itt be kellett küldenem a, ugye a friend quest tudszomat, igen. Ugye mi volt a neve? Nos, hát itt az a probléma, hogy ebbe az akuntba olyan név van megadva, amit nem lehet leírni. Elkezdtem leírni, és nyomott egy, és valamiért elküldni. Nem akartam elküldeni azt, hogy QM, én végig akartam írni, de amúgy csak tudtam volna, de végig akartam írni, és nem engedte, oké. Okay. Ugye akkor itt lejjebb megyünk, de szép név, harmadik, izé, talán ugye, hogy mennyi trofi körül vagy, ugye ezt nem engedte úgy leírni, az akartam, hogy leírtam pontosan. És nem tudta értelmezni, hogy voltam én is. Aztán egy rossz, hogy Amos, thanks, oké, okay, milyen klubban voltál, hogyha voltál klubban, akkor beküldtem a Discord csúszit. Igen, hopszni, nem tudtuk megtalálni, de. Próbáljuk meg újból, ugye újból megírtam ezeket a fasságokat. Itt már viszonylag sikerült jól leírnom a nevemet, de hát a god az még mindig nem volt tök jól leírva. Oda itt a kubaszámot is még viszonylag jól sikerült. Ide azt mondtam, hogy the klub, csak hát ehhez van, mert ó, lettök mindegy, még így is elfogadta. Oké, na, ugye most kérte az XP levet, amit eddig nem kért. The XP az 760, az a leve nem volt. Oké, thank you. Meg tudom beszélni a belső csapatot, oké, én nem tudom, hogy okod, és akkor itt megjelent a belső csapat, Luisa. Hello Brawler, már nem tetszett, hogy karakternet hív, de tök mindegy. Az én nevem az Luisa, köszönjük szépen, hogy felvetted a kontaktot, akkor ugye itt let's start with find the account. Szeretnénk megúvni az akkontot, nem szeretnénk, hogy rossz kezekbe kerüljön, igen. De és akkor most elkezdte írni a sok izét, hogy ugye, hogy
milyen, hol kicsináltad meg a fiókodat, hogy milyen eszközökön léptél be a fiókodba, hogy mi a neve az akkornak, hogy vesztetted el. És akkor ugye itt írtam azt, hogy igen, Magyarországban krételtem, telefonon és tableten léptem be, és akkor még nem vesztettem el, de nagyon közel vagyok hozzá, hogy elveszel, és akkor itt volt, hogy I don't know, tehát nem tudom, hogy mi volt a neve, mert ugye nem lehet leírni, hogy ennyi az, amit nem tudtam írni, ugye írtam, hogy actually, we lost the team, és akkor itt volt olyan, hogy aztán ott volt, hogy ugye hét tudok lenni, és akár nem tudok képet küldeni, aztán itt volt valami easy, hogy hey again, itt ugye volt doing a great way, you are still missing, itt ugye volt az egy cucc, és akkor igazából itt nagyjából, ugye még aztán sikerült megoldani, írtam, hogy bocsánat, sikerült megoldani, bocsánat az akadásra, de azok köszönjük a segítséget, de itt még nincs vége, hogy ugye most láthatjátok azokat az üzeneteket, amiket a nagy akuntomra küldtem. Let's go! Na és akkor ugyebár itt jött az igazi szenvedés, ugye így is, mert így is ugye, itt is ugyebár megpróbáltam, hogy itt is írtok, hogy hello, ugye akkor hogy please select a topic, igen, itt ugye, itt ugye nem volt az, hogy ugye, nem volt az a Super 3D-es Super Size, tehát nem volt az a lehetőség. Itt most szeretnék beszélni a belső csapattal. És akkor itt ugye volt az, hogy igen, megpróbálunk szólni a belső csapattal, minden van rossz a folyamat, és ugye itt már írt nekünk ez. És akkor itt ugye, igazából nem írta le, hogy de, aztán jó, szóval ő. Itt ugye írta nekünk a dolgokat, mert mindenféle fiaságot itt lőtt nekünk, igen. Aztán leírtam ide, hogy de, a probléma a Super 3D bejelentkezése, a baj, azt mondja, hogy meg lehetne változtatni az e-mail, miért, mert már nem tudok hozzá az e-mailhez, igen, itt ugye értem, hogy ennyi az összes, szóval kérlek, hogy változtasd meg, igen, és akkor ugye itt a robot már visszaírt, igen, ugye akkor próbálj meg, ugye írja az e-mailedet, igen, ugye, én meg ugye bár ide már le is írtam, ugye itt írja, hogy írja, kérlek még egyszer, ja, már leírtam még egyszer, és akkor ugye bár ennyi érte, hogy great and jó, oké, megvan az elmény, nézd meg a izédet, és akkor elvileg ennyi is lett volna ez a nagyot, és akkor azt nyomok, hogy akkor ennyi, jó, ennyi. Szóval akkor ennyi is lett volna. Jó, elkérdezi, hogy még mennyire volt, tudunk-e segíteni, és akkor ennyi volt, yes. Itt én ez volt. Itt vagy, hogy mennyire vagy boldog a szuper, szóval ennyire. Mert most tényleg rengeteget tudtak segíteni. És akkor egyelőre ebből ennyi elég is volt. Tehát így vesztettem el majdnem a 4 éves akuntomat. Remélem tetszett nektek ez a videó, és tudjátok, hogy magatok mit kell csinálni. Igazából annyi, hogy ugye a telefonba bementek ugye a beállításokba, hogyha esetleg jelzett őtek, hogy tudom, hogy helyetlen support, oda bementek a... Oda bementek a valamilyen... Nem tudom, hogy pontosan hova, és akkor ott tudtak majd neki kérni, és remélem, hogy segítőkészek lennek. Rengeteg sokat kell egyébként várni arra, hogy visszaérjen, meg minden, de szerencsére végre megvan. Szóval ennyi is lett volna ez a videó, hogyha tetszettek, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, és lájkoljatok. Na sziasztok, srácok, hello!